Halló, halló! Jó napot kívánunk! Hello, skacok! Itt vagyunk! Hadd szóljon a mutatvány! Oh, shit! Ja, kép! Mindig elfelejtem. Hello! Kellemes! Szerda délután mindenkinek! Jó napot kívánunk! Cső! Újra belenézünk a Medieval Dynasty fantasztikus világába. Azóta jó sok fejlesztés volt, amióta az utolsó adást megcsináltuk. Viszont már nem emlékszem, hogy mik voltak azok. Úgyhogy most együtt újra felfedezzük a vidéket, hogy hol lakunk, meg hogy mi újság. Binike, jó napot kívánunk! Baktérium úr, neked is! Kisurus, csövi! Szia, Eszti! Bernardo úri, jó napot kívánok! Na, skacok! Ne is húzzuk a időt, hanem menjünk befele. Medieval, ez az. Let's go. Zemrőzse. Ez a divat. Elke megyek fodrászhoz. Jó, mindegy. Minden jó. Na. Ó. A Medieval. És kacok, amikor az utolsó stream volt, akkor a gyerek már tínédzser volt? Nem, mi? Szerintem nem. Baszmi. Az akkor remek. Akkor jó sok minden változott azóta. Holy shit. Ó, most kezded a melót. Jaj, kitartás, Eszti. Ügyesen drukkolunk neked. Miért nincs hang? Ha ezt egy 2 percet maradjál még, nézd meg a gyereket, hogy megnőtt. Meg nézd meg a kocsmát, aztán utána mehetsz dolgozni. Lol. Mit szólsz? Te itt nem volt hang? Eddig se? Hú, hallod, itt eléggé jurus. Ja. Meg nem is vagyok toppon, aztán azért most jó ez így. Na nézzük, mit alkottunk itt hajdanán. Ez te kurva élet. Igen? A kocsma. Kerítés. Igen. Szóval itt az a baj, hogy itt nem fér be. Tehát muszáj volt ide raknom, de az egészet meg nem akartam itt lerombolni. Úgyhogy ez itt így ilyen. Szerintem kurva jó. Ez nagyon halk. Én konkrétan nem hallok semmit, várjál meg. Főbasszuk maxra, Windowsba. Ti hallotok valamit? Itt, mik ezek a vödrök itt? Na várjál, mert most fingom nincs, hogy állok, vagy hogy mi van. Az biztos, hogy elértük a limitet. Nem sokat? Bassza meg, de mi az Isten történetett itt? Ja? Hát mondjuk ez lehet, hogy számít, nem? Így jobb? Oké. Így lehet, hogy jobb, igen. Hol is itt mennyi puja van itt, baszki? Hiszem a... Hisszuk ezt. Macsita úr, jó napot. Ezek szépek, szép droppok. Na, az a helyzet, hogy nézzük meg, hogy állunk, mert most már nem igazán tudom.
teljesen ezt a dolgot. Most szépen de bejövök. Megnézzük, hogy mik vannak itt. 65, 100 ezer pénzünk van. Az jó hír. Az nagyon-nagyon jó hír. Én szerintem úgy van, hogy eszközökből meg azt a kurva 23 ilyen 700-at érő üzén van, de úgy, hogy közben azt adom is el. Arra emlékszem, igen, az ott fasza. Shit! What the fuck? Na igen, a izé a kérdés. Ez az Animal Feed lesz a kérdés, mert elméletileg ezt ugye kipecselték, és most már az állatok esznek is. Ha minden igaz. Aha! Most már esznek. Most már 100%. Ez jó hír. Oké. Okay. Jó. Az meg, hogy is volt ez? Úristen, hogy is volt ez? Na, egész stabil minden. Vegyünk egy kör gyorsan, hogy itt visszaszokjak ide a világba. Aztán utána akkor megnézzük a kocsmát, meg hogy hogyan vannak a dolgok. Azt tudom, hogy elméletileg beállítottam mindent. Miért van ennyi kő itt, te jó Isten? Hogy is kell leszállni a X-e? Dismount. The fuck? Jézusom. Ezek is köhögnek bezm. Nézzük, hogy ő mit akar. Claude! Jó, persze. Persze, persze. Mit szeretné? Long hoodot szeretne ő. Hát ez mondjuk fasza. Jó, mindegy. Megcsináljuk neki. Ja, Lali! Hello, hello! Long hoodot akar, bazd meg. Aztatok már ilyen? Jó, a kis falunk az nem sokára rá fog települni erre másikra. Bár nincs menekvés. Mit akar Long Hoodot? Várjál csak. Na ez így pont jó lesz. Az X betűm sem működik már úgy, ahogy kéne. Jó, és akkor... Itt volt, ugye Long Hood. Long Hood. Három wool fabrik kell neki. Oké. Okay. Ezt akkor gyors le is kraftoljuk Mooninak. Három wool fabrik. Abból is van már 100. Úgyhogy gyártanak hozzá még. Wow. Ja, hát egyébként itt ugye most már megvan az, hogy itt már nem kell csinálnom semmit, tehát hogy gyakorlatilag ez így tökéletes. Húszek! Jesus! Tényleg, Macsita? Na és mi a vélemény róla? Hogy tetszik? A Darkest 2. Jó. Ez így szuper. Oda is adjuk neki, míg gyorsan jött lefekszik aludni. Ó, bizony, Lali. Az biztos, hogy szét fogjuk játszani a God of War PC-re. Az 1000%. Nagyon-nagyon várom már. Ja, végre, basszus. Végre, végre, végre. Jó van ez az üszök. He? 40 méter. Ha hova megy ez? Ez itt szaka. Mi? Ha nem Mónika este van, te mit kapász? Ez igen, bárcsak nekem is ilyen munkásaim lennének. Ja, hosszan kellene. Sokkal összetettebb, nem is az ellenfek nezek, hanem az a lényeg, hogy a team egy csapat legyen, sokkal benne kell figyelni.
Tényleg? Jó hangzik. Jól hangzik. Na és kacok, az első napot sikeresen túléltük. Ezt kéne megnézni itt, hogy ezt, igen. Hát, ha jól látom, akkor a kajába se kell beleszólnunk már többet. És elkezdődött a söröknek, meg a mindenféle dzsúzoknak a gyártása, ennek darabja 150 ennek a szarnak, te jó Isten, nevetséges. Na mindegy, ez jó, megyünk aludni. Szűszön ki a nap. Ú, de jó néz ki. Ja, és akkor majd itt kell valami faszát csinálnunk ide. Itt ezeket direkt hagytam meg itt egyelőre, ez még ilyen szemét, de ide majd valami szépet akarok csinálni, hogy jó nézzen ki. Na, alvás. Ennyi, Berta. Sleep it. Automatize. Hát ez ja, ez most így nagyon stabil. Ez így most nagyon stabil, és folyik a pénz, de gyakorlatilag ugye a piacokból, és úgy, hogy... Na mindegy. Tehát... Na várjál, azt nézzük meg, hogy az állatokból tudunk-e valamit csinálni, meg hogy hogyan áll. Ó, basz, meg várjál már. Úristen, ez milyen koros ez a gúz, ezt eladjuk. Már ha működne az X-em, mert sajnos nem működik. Oké, okay, sikerült. Egy... Eladom ezt a gandert is. Úgy. Meg eladjuk ezt az idős nőt még. Hát nem idős, de... Na, X, 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 X. Köszi. Jó, így, ez így elég. Akkor a disznóknál... What? Itt 2 izé van? 8 éves már az? Fasz! Hát ezt a húgot biztos eladom. Na. Úgy, siker. Oké, akkor a ma... Húha! Hát várjatok már, bazd meg. Kell ennyi ebből? Ja, fázok, gyerekek. Maradjunk ennyibe, jó? Ezt a... Melyik ramot kell adni? Ezt a kis fiatalt. 2080 éltem adni ezt. Komoly. Jó, sok sípünk van, nagyon jó. Ezek, ha fönnek, azt is eladjuk. Hogy állnak ezek? Ó, nagyon jó ezek is itt. Most már fasz a minden. És a lovak. Aha. Hát figyelj, én az egyiket eladom. Gyakorlatilag. Ezt a Márét eladjuk, mert már 6 éves. És fiatalt meg megtartjuk, mit szóltok. Úgy. Na hát hirtelen lett 50 ezrem itt. Ó, Istenem. Ezt már szeretem. És akkor itt pedig... jó. Nem tudom, mit kéne csinálnunk amúgy. Nézzük meg itt ezt a menedzsment részt, hogy itt hogyan állnak a dolgok. Van-e bárki, aki szomorú, nem érzi itt jól magát, nem fejlődik eléggé. Na, az meg teherbe esett. Na, meg az is. Remek. Egyébként ezek nagyon elkezdtek fejlődni, a ruhagyártástól, a 8-as mind a 2. Ez elég komoly. A fejem megvan, gyerekek, tegnap úgy fájt a fejem már este felé, hogy azt hittem megőrlök. Jó. De most már mind, hát ez mind, általában mindig ilyen egynapos, ugye? Stable apiary, jó. Jó, ez így minden jó. Oké, na nézzük meg. Ja, megmutatom még itt az újítást, tehát ugye az egyik nagy újítás, az akkor ez a kocsmás rész. Production. Tavern.
Ezt most itt próbáltam, nem, most már nem tudom, hogy miért így állítottam be, de valamiért így állítottam be. Ez valószínűleg le lett számolva, hogy miből mennyit hozok, hogy ez így pont meglegyen. Ez az egyik, tehát ez már működik, és a másik, amit csináltam, az meg ez a rész. Ez. Oda nézzetek, bassz meg. A maláta. Vagy mi ez, komló? Ez az. Úgyhogy ez lett még az új. Ugye itt van egy ilyen csodálatos kis izénk. Itt ez még majd menni fog tovább. Itt ezt itt majd még kihúzzuk. Ez itt egy ilyen tök szép kis zóna. A best thing ever a kalap a kerítésön. Hát ezt mire ide ráraktam. Itt vannak a vasszpírek kirakva. Ide elkezdtem csinálni már a kőfalat. Hát ez itt mi az alik? The fuck is this? Na mindegy. Jó, szóval most egyelőre így áll a dolog. És akkor még azt nézzük meg, hogy van répa. Nem csinálunk répát? Ez igen, csak szomorú. Jó, mindegy. Ja, és a gyerek, várj, a gyerek. Itt van, itt a Mieszko, oda nézzél, hogy főcseperedett. What can I do for you, mister? He dead. I have to go now. Lol. Na, úgyhogy most nagyjából így nézünk ki. Tiszta apjössz. Ja. És, úristen, beetrootból is ennyi van. Huha. Hát ez igazán szimpatikus. Nyomjunk be egy kis izét. Szárazon beetrootot. Oké, tehát elméletileg most minden működik. Most nekem annyi teendőm lenne, hogy csinálni a sidequesteket, hogy egyáltalán új embert tudjak hívni. A G volt, oké. Emlékszem. Mindenre emlékszem. Hogyha kész az automatizált birodalom, utána milyen új dolgot tudok? Hát itt már nagyon semmit, mert minden épületünk megvan. Igazából majd átnézzük, lehet, hogy még lehet valamit. Hogyha lehet, akkor úgyis majd megcsináljuk ezt még. De nagyon... Hát még jaj, azért lehet, szamarast lehetne. Csak azzal meg az a baj, hogy most nem tudok több embert fölvenni. Dolgozni. Nincs elég pontom. Olyan nagy házat azt nem csináltam, mert nem tudok belerakni lakót. Ugye most még így is van, azt hiszem, egy vagy két házam, ahol nincsen tele, tehát nem két felnőtt lakik benne. Sajnos. De látszik, hogy elszoktunk az irányítástól. Na várjál, szóval ő itt akar valamit. Mármint ő. Na mit akarsz? Vúl? Persze. Ő mindig van nálam. Mindig van nálam vúl. De csak azért, mert te adod el nekem, te balfasz. Ezek a legjobb questek, megvesszük tőle az 5 vúlt. Utána odaadjuk neki a questet, és kapunk cserébe vúlt, redet, meg pénzt. Meg a legfontosabb, azt a dinaszti pontot. Buga, mennyi nem bazd meg! Basz meg, letépi az ajtót a lovam. Menj! Várjál, rábágolok, figyelj. Megvan. Jó, jöttünk ide. Hopp. De itt a bányász részleg, ez is itt üzemel. Csinálják a vas... Tehát úgy megvan csinálva, hogy amennyi vasszerszám kell mindenkinek, annyit gyártanak, plusz még tudok stackelni vaskést, amit szintén ők gyártanak, tehát hozzá se kell nyúlni, és azt meg eladjuk. És még így is főfele megy. Nem működik megint a D betűm, ez nem tudom, mit én van amúgy.
Nem megy oldalra a ló. Baszódna meg. Na, ki van itt? Ővele kell beszélnünk. Ővele? Halló? Gyere, Máki. Most mindenkiben van bagó az ajtóba, gyerekek, ne szopassatok már. Várjál. Azt hiszed, hogy kibaszó van, majd az ablakból. Hogy, hogy? New pair of boots. Persze. Oh, shit. Várjál. Hát ez remek. Jó, mindegy, sajnos kell csináljuk, mert nincs mese. Legalább lovaglunk egyet. Gyerünk. Elnézést. Azt mondta a Higany, hogy holnap lesz valami event amúgy a gamebe. Olyan, mint a sokkal több loot lenne a földön. Vagy lehet, hogy már csak elszökt, hogy sokkal több bot meg kő van. Ez hogy lehet? Basszus, hány órát beleraktunk ebbe, te jó Isten. Mindig csak ámulok és bámulok. Már itt egyébként valószínű, hogy már vágtam fát. Hát igen, így elég nehéz bármit is csinálni, hogy a D betű néha nem veszi be a kanyart. Most se. De miért nem? Mi a fasz baja van most megint? Megint az orosz módszert kell alkalmazni? The fuck? Most jó. Most nem jó. Ha úgy nyomom, kiterik az ujjam. Hát ez valószínű, gyerekek, hogy már csere. Csere lesz. Hát ez így... Sinus megadta magát. Vagyis hát nem az egész billentyűzetet cserélem nyilván, hanem... Pátvá! Mi baj lehet? Remélem nem követ. De kanyarodj már, bazd meg! Vesszük a gombot. Nem értem, hogy mi a fasz baja lehet. Fogalmam sincs, mert ez az egy rész van az egészben, olyan tiszta, mint a patyolat, bazd meg, mert ezt két naponta itt pucolgatom be. Tehát a C betűt azt leszarom, de a D betűnek működnie kell, tehát hogy anélkül elég nehéz bármit csinálni, sajnos. Na most figyelj! Hopp! Azaz, már veszi is, tökéletes. Erre lehet, hogy rábasztam. Farkas urak is hajlamosak igen komoly távokba követni. Kussál. Jó, most koptak le. Ez a hátsó bejárat a jövőkbe azért. Ez az... Zsír. Remélem. Jó napot. Egyébként volt nálam, ha jól látom. Jó, mindegy, itt még van kettő quest, úgyhogy ezeket akkor meglessük. Azok a heraldos questek, azok nagyon hiányoznak, hogy nem jönnek be.
Oh shit, ez nem jó, ez én vadászós puttony. És még itt van valami. Igen. Hát, itt úgy látszik sok a vadállat, mind a kettő vadászós. Ezt most elengedjük. Zsír, várjál csak. Figyelj már, Karolina. Teljesen véletlenül. Várj csak, valamit nem tudok eladni. Mi van nálam? Basszus, ezt a szart 185-é megveszi. Azt a rohadt. Kemény. 70 lepölsz. Ha, ennek csak 10 ilyenje van. Jaj. Na ezt viszont... ezt meg kell venni mindet. Let's go. Let's go home. Fejlesszünk. Ja, várjál csak először, még ennek ezt le kell adjuk. Szia, Nosi! Hello, hello! Jó napot! Nem vagy otthon? Hey. Látod, miről maradsz le? Nem baj, visszanézhető. Itt is, meg a YouTube-on is az lesz, úgyhogy... Minden jó. Csak a lovat, mert már liheg szegényként. Ádi nem, hát még a chapter 1 sincs meg. Most én azt lehet, hogy a chapter 1-et azt meg fogom csinálni streamen kívül random emberekkel, és majd lehet, hogy úgy megyünk tovább. Vagy nem tudom, hogy így többiek majd hogy állnak ez. Én biztos, hogy végig fogom majd tolni valamilyen formában. Megbeszélem velük, hogy így akarnak-e még játszani, vagy nem, vagy aztán majd meglátjuk. Látjátok, ilyen az X is, hogy így tik-tik-tik így újra kezdi. Na, így működik a D is. Na. It's a hat. És a bot. Hú, vaskapa. Na, az viszont jó, mondjuk. Ez az. Oké. Okay. Na, lovagoljunk. Hát basszus, ezt elvinni 18 évig. Hát mondjuk ilyen AFK izébe készítős metoddal azért el lehet, hogy végigalszod az éjszakákat, a nappalokat, mint tudom, hogy lecraftolod, vagy hasznosan így eltöltöd, hogy elpörögjön közben. Beülj sorozatot nézni, aztán. Hát még úgyis hosszú idő nagyon. 18 évet lepörgetni, az nagyon-nagyon sok idő. Pusztán. Tessék. Ez az. Nice. Jó. Mehetünk haza. Nagy éles kanyar. Menjünk is. Szia, Davics. Hello, hello. Szép napot. Hopp. Na most mehet akkor valami fejlesztés. D betű, működj kérlek. De jó.
fáradok. Szegény ló. Basszus, ez milyen lesz, ha megdöglik a lovam? Hát ez milyen érzés lesz már itt a játékon belül is. Oda nézzi. The City. Ezt a kurva. Egy almafa. Oj! A gyerekek, ez a falu már lassan úgy néz ki, inkább mint egy ilyen óvoda bazd meg, mert mindenhol csak gyerekek szaladgálnak. Ez nem igaz. Na várjatok, azt akarom megnézni, hogy elméletileg, ugye itt nagyjából kilokkoltam minden olyat, ami az ótost, azt nem meg a vetest se, mert az no need, vagyis hát nincs. Aha. Menj innen. Csináljunk. Beri. Várj, csak úgy kezdem, hogy akkor hasznos legyen ez az egész. Egy kicsit itt most bohóckodjunk. És még egy nagyon fontos dolog. Holy fuck! Várjatok már, bassz meg! Le kell nyírni a birkákat. Hogy is volt? Ez hatos. Na gyertek, pumuklik. Azaz. Az összeset. Mezítláb van az emberem! Ja, mert a Noble Shoes az van nekem, és csak azt adtam el, ami rajtam volt. Hát ez fuck logic. A questhez. Istenem. Ez az. Add a gyapjúr, bazd meg. Ezért vagytok tartva. Úgy szépen, mindet. Ez az ügyes. Szegényeket itt télen levágom, bazd. És nézd meg. Cső, Maci bácsi, hello, hello. Jani Fater úr, hello neked is. Van egy pár birka már, itt lehet nyírni. Jó, jó, jó. Kos, gyere, téged is. Innen van, tartsd a hátad. Befagyott senkük, nem baj. Túlélik. Ez az, jött ez is. Gyerünk. Vágjad, baszod. Jó. Van még? Hol a többi? Ne bujkáljatok. Nincs több akkor. Jó, a többi még pici. Jó, akkor next. Az meg nem férek el. Mi a fasz? Menjetek már innen. Hozunk vödröt. Megfejjük a teheneket, és utána csinálunk izét. Valami jó kis kaját belőle. Na várjál, szóval akkor first of first. 93 wool. Azt ide berakjuk. Már 68 ezeren van. Miközben itt mentünk egy kanyart. I'm just telling you. Oké, a kő az fogyóban van, az viszont nagyon jó hír. Wine bottle-ből nem tudunk stackelni. Az mondjuk érdekes. Uh-huh. Még tegyük föl, hogy ez igaz. Mindegy. Várjál csak nekem az izé kell, még a kettle. Jó, hogy nem tudom őket megfejni. Jó, semmi baj. Akkor viszont indulhatunk agyagé. Yes. Itt van egy agyagos. Gyorsan elmegyek egy 100-as üzet, és abból csinálok üvegeket. Akkor az lesz a tax. És abból meg csinálunk valami juice-t. Megnézzük, hogy ez hogy működik. Mármint, hogy így manuálisan, mert az ember az már csinálja, de pillanat. Ennyi. Nyomod, Móni! Például nyulakat hülye vagy? Azt a kurva. Há? Ezt kiszedtem. Az meg ezt kiszedtem.
Azt a kurva. Jó, várjál, itt is van valahogy egy agyagos. Itt. Oké. Okay. Hordói, mindig megállunk. Mondjuk ezért nagy hiba volt. Ezért nem kellett volna megállni. Fuck. Jó, mindegy. Gyerünk, buga, tód neki, bazd. Oké, csak még egy nap eltelt. Szuper. Ezzel a kis kalanddal itt. Kicsit sűrű itt a... Megvan. Ó, bazd. A bivaj urak azok, remélem, hogy nem akarnak engem most megerőszakolni. Jó. Meg a malac úr se. Én csak az agyagé jöttem, aztán majd se vagyok. Malac úr, menj innen. Na, ez az. Előkapom a... Az ásó. Gyere, bazd meg! Látod, hogy menekül? Majdnem megkurt. Csak szólok. Hát igen, ugye ez az a háromszor, pedig ez most maxos minden. Nem elég neki. Mondjuk a nyilakat, azokat kivenném belőled, ha nem haragszol, kedves uram. Jó. Na gyerünk. Jöhet. Hát, ha valami kincset is kiásunk. Most kezdtelek el nézni a YouTube-on, és végignézem az összes feltöltött videódat a Medievából, és már negyedik résznél vagyok. Persze az újak közül csak. Köszi, Davics. Ja, mert ugye abból volt egy ilyen, hogy hívják is, a béta. Vágom. Igen, ezt mindenképp ezt javaslom, hogy ezt a teljes verziós nézzed. Itt ebben nagyon szép dolgok történtek velünk amúgy. Mire eljutottunk idáig. Hát ugye Maci bácsi nem olyan, mint a valóságban egy ilyen. Gyerünk. A lapát. Na, örülök, hogyha tetszik, Davics. Jó szórakozást hozzá neked. Még egy csomó agyag van. Ez egy nagy depozit. Ez az. Jöhet az. Nehogy találjunk valami extra dolgot, azt nem szabad, az tilos. Látunk egy Iron Arrow-t. Jó hír. Bár a giftnek jobban örülnék. Esélytelen. Szólok. Oké. 68. Hát úgy néz ki, hogy az ennyi volt. Jó. Na, mehetünk vissza. Let's move. Ja. Hát ennek a játéknak azért igen komoly hangulata van még így is. Szevasz, higany! Mi a fasz van? Mit szólsz a Mealy Buildemhez? Ez az. Oké.
Na várj, akkor elkezdjük csinálni ezért. Menj innen, hölgyem. Menj innen. Menj innen. Menj innen. Én a wine bottle-t. Ez. Csináljuk meg ezt a 13-at. Ah, ez. Kesztyűbe bazd meg. Bravo. Ez igen, a tehetség. Látjátok, már így lehet anyagot csinálni. Bőrkesztyűbe bazd. Kabari. Hát ugye így már, hogy megvan a kocsma, így igazából az extra excavation shed, ami eddig nem volt használandó semmire. Most az azért új értelmet nyer. Mert az agyagot csak onnan lehet szedni, és látjátok egy ilyen spot, amit készítek, ez a 78, az lófaszra nem elég ilyen üvegből. Nem volt jó, nem volt speed, ja értem. Igen. Igen, egy olyat kéne csinálnom, hogy egy olyan buildet, ami tud speedrunolni, tud így mealizni, és tud még, mit tudom én, egyhitelni bármilyen egyéb nagy mobot. Aztán akkor mehet. Na, milyen juice csináljunk? Hát igazából olyat, amiben van rohadt izé, mondjuk rohadt almába csinál juice-t. Aztán eladjuk a helyi kereskedővel, vagy. Hát igen, ezt manuálisan nem jó csinálni, mert nagyon hosszú idő ez. Ezt egyértelműen a munkásokkal kell csináltatni. Ez az. Na, van 13 palackunk. Ez szerencsés szám. Jó. És akkor... Várjál, ja, ez a... Bocsánat. Most meg én sem vagyok itt képbe. Menj innen. De miért pont a juice? Menj innen. Na. Szóval. Alma. Cherry. Körte. Vagy plum. De mi a különbsége, mint száz... tehát itt is megvan, hogy tehát itt egyértelműen azért éri megcsinálni a... az almát. Bár mondjuk kérdés az, hogy milyen yieldje van a fáknak. Most a plánból abból 20 kell egyhez, ugye? Ehhez meg csak 5, meg ehhez is 5. És ez jobban, igen, ez az almás éri meg talán legjobban. De én akkor is izét csinálok. Amiben a legtöbb van, megnézzük, hogy mi van a kajaraktárban. Vagy meg. Ez a kerítés ide kellett. Na miből van rohadt cucc? Mi ez a sok tej, bazd meg? Berry juice. 13. Na. Ha. Hülye, mindenből van, baszod. Mindenből van. Én cherry-t akarok csinálni. De nem tudok annyit. Ugye csinálok, tehát 100-at elviszek. Úgyis akkor még 30 almát. Ja, nem, mindegy. Amennyit... Ide úgy terveztem, hogy ide csinálok egy ilyen paliszét falat. Így ide. Itt lesz egy ilyen hátsó, ilyen kis piszoáros szaroldarész. Jó,
Ó, ez viszont gyors. Zsír. Na préselünk, gyerekek, nem tudom, mit csinálunk. Valami van. Készülnek a gyúzok. És ebből lehet ugye csinálni alkeszt. Mindjárt megnézzük, hogy ebből a cherryből mit tudunk még tovább pattintani. Úgyhogy lehet ebből valamit. Oké. Okay. Azt meg itt lehet. Cherry wine. Lol. Hát ennek duplája az ára, baszod. Ha megcsinál minden. Ott a már készül is. Na gyerekek, itt van, elértünk ide. Készítjük a borokat. Oh, ez az. Fuck yeah. Készülnek a borok. De ezt majd most jó, eladjuk. Ezt a 13-at. Ja, de előtte viszont gyors elmentem, megiszom, mert még az az achievement nekem azt hiszem, szerintem nincs meg, hogy basszak be 100%-osan. Úgyhogy ezt most gyorsan megcsinálok, aztán visszatöltöm. Hogy meglegyen. Figyelj, ez duplázza az értékét a juice-nak. Hogyha bor lesz belőle. És a valóságban is így lett. Komoly, komoly, komoly. Szia Budi Kefe! Üdvözlet, üdvözlet, szia, szia. Kösz szépen a követést. Babilon úr, jó napot kívánok. Csövi. Készül a bor, Babilon, mit szólsz hozzá? Lalalal. Na most lefekszünk aludni, mert este van, teljen az idő. Ez az. Zsír. Tipli, tipli, tipli. Oh. Rád férne. Beindult a szopókerék. Fasz. Jó. Ja, viszont izé, a víz. A víz az viszont egy crucial kérdés. Úgyhogy kicsit megmerítjük a kutat is. Már ugye kutasom az nincsen, mert már nem fér be. Hát mit tudom én, ennyi elég lesz. Oké. Okay. A másik oldalról is ugyanúgy át lehet pattintani. Ez az húzzad. Akinek ez lenne a munkája, és reggeltől estig csak húzza fél vödröket, vizestő. Engedi le az üreset, húzza fel a telit. Jó! Várjál, azért akkor bemerítem azt is. Jójad. Ja. Oké, akkor ezt ide berakjuk. Hát ez itt hogy néz ki, bazd meg ez a builder, hát hey. Ja, mi itt a tavasz, ez. Jó. Na és akkor most jött el a pillanat, hogy ugye milk. Hát olyan sokat nem tudunk csinálni, de azért tudunk. 4, 7, 8, 10. Oké. Okay. It's 10. Jó, tehát 10. És akkor 10 sword millből kell csinálnom. Oké. Okay. Abból biztos, hogy több van. És nem. És nem bazd meg. És nincs több. Kevés. Ez így lófasz. Nincs értelme megcsinálni. Éh.
Készül a túró és készül a sajt. Hogy az zabálhassák a Mónikák. Kacok, holnap a izé az mikor fog aktiválódni, azt tudjátok esetleg az Age of Empires 4? Vagy az már úgy van, hogy most éjféltől és holnaptól már lehet tolni neki? Vagy az délután 5-kor? Hát az nem jó hír. 5 PM. Ah. Na jó, minden majd meglátjuk. Na, te odarakta húst a Mónit mellettem. A túrós mindenit. Hát egyébként ez a játék nagyon jó, és olyan jó volt ezt így összekombózni, hogy így ilyen tök jó kialakuljon az egész. Tudod, rendszere, hogy így végre úgy elértünk, most ez se azért csinálom meg kell, hanem ez a sajt, ez még mindig jó pumpálja a skillt. És mindenből egy picit. You are carrying too much. Fuck you, man. Emlékszem, mikor elkezdted az első nyírfa kivágás tervezgetések. És mit mondtam, hogy mi fog ide épülni? Fucking birodalom. And we did it. Szerintem rohadt jól sikerült amúgy. I mean, legalábbis abban a szempontból, hogy működik minden automatikusan, most már abban a szempontból biztos, hogy jól sikerült. Szia Joti, hello, hello. Jaj, kicsit visszatértünk. Itt mutogattam épp a srácoknak, itt volt egy-két fejlesztési, megvan a kocsma, meg megvan már egy nagyjából minden, ami kell. Aztán most már csak itt bohóckodunk egy kicsit. Habár ez nem bohóckodás. Jöhet a sajt! 74 sajt. Ó. Csinálnál valami? Igen. Egy picit az 2-3 épületet így odébb raknék, mert ezt a kocsmát eredetileg egy picit hátrébb akartam rakni. Csak nem fért be az istenése, és le kellett volna bontanom 2 teljes lakóépületet, meg 2 piacot, és ezt nem akartam. De egy ilyen milliméteren múlt. Pont egy milliméteren. Sajnos. De mindegy. Belevágtam én is a 3 napos... Na, jó tetted, Joti. És hogy tetszik a 3 nappal? 4. év? Nice. Nicey-dicey. Mi van ilyen halálzene, bazd meg? Ez az. Ezután csinálunk egy kis ruhát is, valami faszát. Ez csak két év nagyon rohangálós volt, hogy legyen elég dinasztia pont, de most már helye közel stabil. Na, zsír, Joti. Jó van. Fasza. Eszméletlen játék, 106 órát raktam a bétába, nemrég kezdtem újra én. Na, tök jó budikefe, király. Érdemes egyébként így a teljeset elkezdeni így full előről a bétához képest, mert egy-két teljesen új mechanika van benne. Én mocskos jó ez a játék, tehát hogy... Hát én emlékszem, amikor így csináltuk a fejlesztéseket, meg minden, én konkrétan nem is tudom, minden nap 8 órát toltam még munka után ezt a szart 2 hétig. Hát Joti, tudod mi a megoldás? Az elején a kőkésgyártás, utána meg a flex. Flexet kell gyártani szarásig már, mint ütetni. Abban annyi pénzed lesz, amennyit nem szégyelsz. Aztán utána, amikor így már megindul a piacozás, meg minden, akkor gyakorlatilag... Tehát én már nem adok... Na jó, de el fogok azért nyilván pár dolgot adni, de... Tehát ezek a piacosok...
úgy küldik a pénzt, hogy az valami borzasztó. Ugye meg is nézzük, mennyi van a raktárba. Ugye úgy van, hogy a piacos, amit beállítasz neki eladásra, azt ő automatikusan a raktárba teszi be, mint bármilyen nyersanyag, mint egy, bármilyen egyéb ilyen nyersanyagot. Úgyhogy megnézzük, hogy mennyi az annyi. Ezt a szart ide berakom nekik, várjatok. Jó, az Istenben van itt. Zabáljatok, köcsögök. Így. Nem. Oké. Mi van nálam, amit ő még ilyen? Jaj, még itt vannak tejek. Aha. Elnézést. Mi akartam? Ja, meg be kell basznunk, skacok. Várjatok már egy pillanat. Másodperc. Visszarakjuk, itt ne foglalja a helyet. Jó. És akkor itt most mentek egyet. Úgy. És akkor ezt a Sherry Wine-t ezt kiisszuk, hogy megkapjuk az achievementet. Ott is van. I am not drunk. Lord, yes, yes. Oké. Faszom. Szevasz Józsi, csövi, jó napot. Mi újság? Te jókó érkeztél te is a bebaszás pillanatához, lol. Na majd tavasszal jó lesz, lesz jó majd megnézni a falut, mert most itt télen annyira nem szép ilyenkor. Minden kipusztult. Nem mindegy. Oké, akkor ez megvan, és akkor... Akkor... Mit akartunk most? Nem tudom. Ja, ruhát akartam. Hát nekem jó lesz nyersen ez a beetroot. Egyelőre. Na, oké, válasszunk valami faszarucit. Ugye most úgy vagy, na, szóval, hogy most úgy vagyunk, hogy az egyik piacos, az nekem csak a legdrágább ruhát árulja, ami a játékban benne van, mégpedig ezt a Quilted Vestet. De nem tud annyit eladni, pedig 10-es skíje van. Nem tud annyit eladni, hogy a gyártáshoz képest lefele menjen a stockom. Tehát kurvára overstockom van, és ebben a szarban már 25 van benn készleten, és 740 az ára. Na most ez nagyjából úgy néz ki, hogy én ezt ilyen 650-é tudom eladni a skillek miatt. De most az embereknél általában pont úgy van a pénz, hogy kettő teljeset már nem tudok eladni. Tehát azért nem éri meg a nagyon drága, tehát nagy ár per item cuccokat eladni, mert valamikor pont úgy jön ki, hogy egy csomó pénz marad még nála, de már nem tud eladni, mert annyi viszont már nincs nála, hogy meg tudja venni a következő darabot belőle. Szóval ez így nem biztos, hogy a legjobb választás volt. De most már mindegy, ez most már így van. Hát ebből van 25, hát most ez konkrétan, ezt szorozzátok föl, hogy ez itt mennyi pénz. 70 ezer pénzünk van, és ez csak a piacos hozta, mert nálam még van 50. Tehát ezt itt én csinálom, ezt a pénzt, ami az én inventorimban van, ezt meg a piacosok hozzák, úgyhogy az ott így bennmarad ilyen bónusznak, és akkor majd meglátjuk, hogy... Micsoda? Kedves ügyfelünk, regisztrálj új internetbanki mobil alkalmazási szolgáltatásunkba, és egy hónap díjmentes HBO Go előfizetés vár. Hát nekem van HBO Go. Nem. Nem mindegy. Heh. Holy shit, a... Várja, itt valami nem jó. Ha? Itt most valami nem jó. De jó. De jó, ugye, mert... Tehát... Aha. Ugye 10-es a skíje, tehát ki van maxolva a skíje annak az embernek, aki az én van a gyapjúsba. Tehát aki a birkákból szedik egy gyapjút, így naponta kiszed 60-at. Amiből...
bazd meg, hogy volt az. Ezt miért így csináltam? Aha. Ja, hogy itt közben itt megugrod, bazd meg, azt a kurva. Mi a fasz? Skacok, a két emberemnek 17-es skillje van. 9-es meg 8-as. Hát akkor most már mindent értek, bazd meg, hogy itt ez miért ment le. Ez így nem jó. Ez túl sok, ennyi nem kell. Ennyi nem kell, tehát naponta bőven elég ez a quantity. Így. Linen threadből, hát ezt így már nem is lehet. Tehát igazából most még többet tudnék gyártani, tehát még nagyobb stockom lenne, az nem jó. Kell találnunk egy olyan ruhát, ami... Várjatok, ezt át kell nézni. Menj innen, menj innen, menj innen. Linen. Egy olyan cucc kell nekünk, aminek jó az értéke. És nem kell hozzá olyan sok fasság. Egyelőre ezt még nem találtam meg. Ez kizárt, kizárt. Jó, ez fogjuk erőtetni, ez jó nagyon eladás, ez a flat straw hat, ez kell. Égessük azt a izét. Ja, de ezt csinálja is. Na, ezt kell fővinni. Erről van szó. Azt a kurva négyet fog tudni. Tehát így egy nap csinál négy linen, tehát négy ilyet, tehát négy linen fabrikot használ ehhez, de négyet gyártunk le. Tehát ez így perfekt. Ez ugye kell egy linen thread, ebből kurva sokat csinál, a kérdés az, hogy van elég flex tók hozzá. Linen thread és linen fabrik, ezt kell megnézni, hogy linen thread, linen fabrik. Most még több pénzünk lesz passzívba, pillanat. Linen thread és fabrik, aha. Jó, van ebből bőven. Tehát ez, hogyha napi négyet elhúz, az lófasz. Ez így tökéletes, vagy egy teljes e-rotationben ennyi maradt az előző vetésből, szóval ez így jó. Ok. Oké. Meat battle. Ha? Ja, aha. Oké. Zsír. Hát, mint látjátok, ez már, tehát a tízszerese a kaja. Most ez gyakorlatilag nem számít, mert azt beviszem. És 12 000 az adóm csak. Mert mint erre még rá fog jönni egy 4 000, tehát 16 000. Hát ez így tökéletes. Gyerekek. It's fucking perfect. Jó. Na akkor csináljunk annyit, hogy én szerintem kiveszek innen pár ilyen. Ugye ez is fölfele, mert látjátok, 14, de úgy, hogy közben használják is. Tehát ez a szép ebben az egészben, hogy egy nagyon picit megy fölfele, úgy, hogy közben használják az eszközöket az emberek. És ez minden már vas. Á, ezt a zsákot kéne kicsit megpumpálni fölfele. Igen, a zsákot. Ezt meg tudjuk oldani? Hát ez mondjuk így elég karcsú, bazd meg. Ám én abból a szempontból, hogy naponta eladok ebből 50 darabot. Tehát a kettővel nem vagyunk előrébb. Akárhogy is nézem. Mennyit ad el ez a szerencsétlen, várja? Szervíz. Na nézzük át ezt, mert ezzel úgyse vagyok tisztában, hogy most itt hogy állunk ezzel. Tehát ez a piacos, ez csak ezt árulja, és ja nem, 30 darabot ad el. Tehát ebből ugye egy évszak alatt így elfogy 90 darab,
de én ezt eddig megcsináltam. És ez azt jelenti, hogy tehát innen ebből az egy piacból jön egy évszak rotation alatt 2100 pénz. Vagy mondjuk, hogyha 800 a számunk, akkor 2400. Ez a leg... Ja, hogy még kést is ad el. Ja? Akkor... Meg pikaxot is ad el. Jó, tehát ebből akkor 1000 fölött jön. Csak ebből az egy piacból, per nap. Per ingame nap, úgy mondom. Akkor ebből a piacból, na ezt már nem tudom, hogy hogy állítottam be, de elméletileg ez itt úgy van belőve, hogy amennyit hoznak be, és amennyit ezek adnak el, úgy vagyunk balanszba. De már nem, tehát ezt most nem tudom megmondani, hogy ez miért így van. Ezeken itt ültem kurva sok időt, hogy ez hogy legyen belőve. Kihozzuk ugye max intenzitást is belőle, és hogy jó sok pénzünk jöjjön ebből. Így most hogy van? Azt mondja, ez 384, 900, ebből is 1000 plusz jön per nap. És itt van ez. Ah, látjátok? Szóval itt ez a baj. Tehát, hogy ő a 10-es skijével ebből a szarból naponta 3-at tud eladni. De csak 370 ért, tehát fele áron. Bár igazság szerint tök mindegy. És ebből a straw hatből meg csak egyet. Ez így nem jó. Ez nagyon deficites így. Bár igazából minden, ez is 1100. Tehát az a lényeg, hogy ilyen majdnem 4000 pénz jön a piacokból naponta. Úgyhogy nem csak semmit. Tehát 12000 jön egy évszakban, tehát 50000 jön egy évbe, úgyhogy nem csak semmit. És ugye 20000 körül van az adó, tehát minden évben 30000 profitom van, hogyha én így megállok, és nem csak semmit. És ez 3 piac. Most ezt képzeljétek el, 6-tal az duplázódik. Na jó, hát mindegy, jó, ez meg igazából, ugye itt még annyi pénz van bent itt termékekben, hogy ez borzalom, tehát itt is van egy csomó kés. A kajákról ne is beszéljünk, akkor itt is, már ebből is ennyi szar van, hogy eladnám csak a ruhákat, meg, ja hát meg az, hogy ugye most már magukhoz sem nagyon nyúlok hozzá, ami eddig fixen volt, tehát ez a flex talk is például még van, mert már ez is automatikus, itt van 1000 flex seedem van pluszba. 1000, bazd meg. Hm. Hát ez nagyszerű. Igazából. Ami érdekes lehet még, az az, hogy ez. Uh-huh. Igen, még talán ez az egy, amit nem érzek teljesen jónak. Ez a búza kérdés. Ez úgy látom, hogy ez fogy. Tehát úgy látom, hogy ez még így nem stabil. De jó, hát stabil, csak na, hogy ez nem ilyen több ezres stockon van belőle. Hát ez itt kurva jó lett. Jó. Ja, ezek a búzások, jó. Menj innen. How can I help you? Menj innen. Mit csinálnak a pajtába? Aha, azóta elfogyott, akkor helyette, ebből tudunk, nem, flexből, nem, mondjuk ő csinálja ezt, ja, hogy most csak egy pajta munkás van berakva, de tényleg már egyébként lehetne magyarul tolni. Jó. De... Most nagyon semmit nem tudnak. Igazából ebből ezt csinálhatják most addig télen. Valami legyen. Én már nem rakom át magyarra és kacok, mert csak néznék, mint Maci Laci a málnásban, hogy mi a fasz van. Ja, de egyébként nagyon szép gyorsan letekerték ezt a magyarítást hozzá. Kacok. Igen, igen.
Azért nem rakom át, mert annyira megszoktam így, hogy most így most azt se tudnám, hogy mi micsoda így, hogyha ez most hirtelen magyar lenne. Itt egy-egy ilyen elnevezés. Az ott rohadt jó néz ki az izé. A komlós. Majd tavassza. Jó. Na ezt ide berakjuk nekik, hogy tudjanak dolgozni, meg akkor most megyek aztán, mit tudom én, nem tudom, eladok pár cuccat. Nem tudunk nagyon más csinálni, ezt ebből a quiltet genyóból ebből el kéne adnunk egy 10-et. Legalább. De hát nem fogok tudni. Boga! Már ide se jön a ló, te. Faszkúr. Móni. Yeah. Nem működik a D. Menj oldalra, oldalra. Kösz. Nem megy oldalra. Nem megy. Kicsi. Jó, hát akkor nem menj el, leszarom. Oly mindegy. Jó napot. Na nézzétek, ezt mondtam, hogy ezért nem jó ez a cucc, mert ebből most én eladok neki kettőt. Na ez mondjuk most pont az ellenkezője, tehát ez most így pont jó volt. De hogy így egy csomószor van olyan, hogy csak egyet tudok eladni neki, vagy kettőt, és még marad nála mondjuk 600. Látod? Mint például itt. És akkor ő nála még maradt most 510. Na ez például egy jó példa. Nem baj, mert van nálam bor. Welcome. Let me show you my wares. Ez az. It was nice seeing you. Hát és ez a falu, ez ennyi volt. Ja. Jó, mindegy. És ez mennyi pénz volt nekem? Nem tudom. Légy szíves, D betű. Köszi. Hú, az meg egy nagyon para kezd lenni így ez a, hogy nem működik a D. Nem, nyomom a D-t most konkrétan, és semmi. Haló? Várj csak, itt működik, itt a jobb alját kell megnyomni. De most úgyse jó, nem működik. Nem mindegy. Nem tudom, mitől függ ez. Sehova nem mész. How have you been? Itt maradsz. Aha. Tudom. Hát mi van még? It was nice seeing you. Ha? Ja, ő az. Ah, you have let me show you my ways. Ez az? Egész jó kijönnek ezek most. Olyan jól el tudná jönni, úrika, de az meg nem tudsz. Faszom. Várjál. Ide kéne, de még beférnél. Gyere. Bazd meg. Úristen. Nem jó valami. Most mi történt? Most ő hogy tudott jönni? Hát tele volt, nem fért el. Mi a fasz folyik itt? És lehet, hogy csaj van abban a házban. Nem. No! No! Nem jó! Mikor volt a szév? Bazzeg, akkor fel tudok venni egy embert. Úristen. Jó, hát oké. Okay. Elküldjük. Elnézést, téves riasztás, úrika. Viszont ez nagyon jó hír, hogyha föl tudok venni egy embert. Ez el se tudjátok képzelni, hogy milyen jó hír. Mi az, hogy mínusz? Hát most csináltam meg annak a köcsök Heraldnak egy pont egy questet. Mi az, hogy mínusz? Az nem az? Na, mindegy, ez azt jelenti, hogy akkor ide... Aha, ide be tudunk venni egy csávót.
Ezt nem értem, hogy hogy lehet, de ez kurva jó hírskacok. Nem működik a D betű, bazd meg. Azt a kurva életbe. Jó, akkor, akkor alva, jó? Akkor megkerülöm így, mert az legalább működik. Oké, okay, köszi! Anyád! Pillanat! Hát ez... Oké. Okay. Most jó. Nem jó. Ah, kész. Nem jó. Ez így most már túlzás. Rohadt idegesít, hogy nyom az oldalra gombot, és nem megy, mert nem működik a gomb. Most már tényleg ez volt a vége itt ennek. Ezzel tovább nem baszakodok, ezt ki kell cserélni. Mert nevetséges. Oldalra! Oldalra! Hát így nem fogok tudni játszani semmivel, bazd meg, hogyha egyszer nem megy oldalra az ember. Ne... Pillanat. Így működsz, milyen érdekes, de akkor mi a baj? Tehát, hogyha kiszedem a gombot, és így megnyomom a D-t, akkor működik. Akkor ezzel van a baj? Nem lehet vele, tehát én nem is értem, bazd meg. És akkor most visszarakom, és most meg tökéletesen működik. Tehát, hogy nem is nem értem, hogy mi nem ér oda, vagy mi megváltozott a gombnak a magassága. Tehát, hogy vagy mi? Úgy várja már, ezért van. Na, uraim. Na, ez jó lesz. A Waldebert úr. Oké, na nézzük csak, hogy mi kell nekünk. Az a baj, de a bányában nem kell több ember. Excavation semmi? Ja, itt közben gyűjtögetünk egy kicsit. Aha. Jó, az jó hír. Ting. Mi nincs? Ja, túrón? Ja, hát azt leszarom, bazd meg. Túljatok, mit tudom én mit. Ebből van mi? Ebből nyomjad. Úgy van. Oké. Okay. Ja, mert itt belőttem, hogy csináljanak túrót sajtot, aha. Hát pedig az úgy jó. Csak elfogyott a... Aha, elfogyott a sword milk, várj, nem ezt így hagyjuk, mert ez így kibaszott jó be volt állítva. Ez így nagyon jó be volt állítva, ez így marad. Jó. És kell vigyünk ilyen sword, ezért azt itt megveszem mindjárt. Itt mi fogyott el? A battle. De az hogy lehet, hogy ehhez még van? Workshop. Ebbe a bucketbe egyelőre nem nagyon kell most semmi nekem. Ebből szarból kell folyamat. Jó, így jó. Nézzük meg így. Jó, és akkor hova kell fővenni az embert? Ez a legfontosabb kérdés. Hát az, igazából mindenem tele van, ugye? És azt csinálhatnánk, hogy még egy piacot. De lehet, hogy... Lehet, hogy őt visszük el a farmizé miatt.
De azok nem kellett, tehát olyan nekem már nem kell olyan extractionös, ez egyszerűen fölösleges. Ha bár várjál csak, nem a fasz, nem. Hello there. Jó, ez jó lesz. De, na most rá kell mennünk a izére. Az agyagra. Akármilyen hihetetlen. Oké. Okay. És őt bebasszuk ide. Úgy. És only agyag. Only fucking agyag. Hol az extra? Itt van. Ez nevetséges. Úgy. Na, így mindjárt jobban hangzik ez. Jó. Akkor megvan ember. Gut. Söprögetünk. Jó. See you soon. És meg kell vegyük az összes sword milket az embertől majd. How can I help you? Best How can I help you? Goodbye. Szevasz. Hogy a túrós cucc is tudjon haladni. Poing, poing, poing. És vége a télnek. Oh, fuck yeah. Jött a tavasz, skacok! Lesz meló! Hol van a mariska? Most fog bekanyarodni, figyel! Gyere csak ide! Na figyelj! Hú, nálad is van 68 wool. Azt megveszem. Meg ezt is. Ez 4000-be kerül? Hoppasz meg! Jó, nem baj. Nem baj, nem baj. Hú, ennek kéne most eladni a izét. Bár most azon a 6000-en úgy sem múlik semmi. És hagyjuk a faszba. Jó, ez így jó. És akkor ez már bőven elég lesz arra, ez a savanyított tej mennyiség, hogy a túrót meg a sajtot tudják csinálni. Ja. Beti, bazd meg, Istenem. Yeah. Úristen, gyerekek! De jó. Ó, bazd meg. Na jó, ez így király, és akkor most ezt ide berakjuk. Ez 200 egységnyi cucc. Ugye ez a szar. Ez nagyon zsír. Oké, és akkor most már is tudnak dolgozni ezek a kis Goodman Moonik. I mean, yeah, yep, it's on again. Jó. Oké. Tehát ez naponta itt azt mondja, ez, várja, hogy van ez? Tehát ez megcsinálja, az túl sok. Vagy úgy kell, hogy ez balanszba legyen. Így. Oké, tehát naponta csináljon, mert ez jó skill húzónak, jó lesz ez, és ez csak följebb fog menni. És még, ezek még csinálnak 8 kenyeret is, bazd meg. És akkor itt pedig... Jó, ez így jó. Ez így jó. Ja, ezért fogy ennyire a floor. Aha. Jó. Adom. Oké. Noice. Doice. Ha
Simple bug. Hát kell csinálnunk, skacok, egy kis izét. Sőt, biztos. Sajnos. Faszom. Hát most mindegy, akkor most lesz a kávészünet. Másfél óra, tökéletes. Csinálunk egy kis beget, hogy a piacos tudjon dolgozni következő évszakban is. Na már is jövök, skacok. Pillanat. Na, is vagyok. Bazd meg, ez még csak 50-et nyomott le. Hát igen. És azok a retkek is csak kettőt csinálnak egy nap. Hát igazából itt egy ilyen még egy nagy, egy ilyen nagyon nagy áttörést meg úgy lehetne elérni, még OP pénzbevétel legyen nyilván, ha csinálsz még egy ruhást. Már abban még bőven van potenciál, hogy jóval többet lehetne gyártani itt. Hogy állunk idővel? Mikor tudunk aludni? Hát, szóval sajnos azt viszont addig kraftolok, amíg nem jön az alvás idő. Más úgy sem tudunk be. És akkor jön a tavasz. Ez az. Nem látszik a ruhámtól a kis hókifli. Jó. Nem itt szólsz ehhez, mi van? Most jó. Oké. Okay. Így már elég lesz. Simple bag.
ez túl sok a ledőr. Ha? Bazd meg, ez rengeteg, ez a 8, ebből ez a 82, ez kurva sok. Ez már majdnem 12 000 pénz, csak ez a sor itt. Ez bődület, bazd meg. Na, és 73k. Hát, ez nagyon baba. Alright. Na most már ezt kivárjuk. Nagyon kevés kell. 20 perc ingénbe. Jó, fassa. Elrohad minden. Viszont a... Na ez viszont fontos, a tojás megindult főfele, mert az advanced kajákhoz csak tojás kell szinte. Hát kész, hát a kaja az el van intézve. Minden készül. Nagyon jó. Nagyon jó. Körtét zabász. Az igen. Ez te kurva. Ó, milyen kilátás van oda ezért. Kumlúsra. Jaj, elnézést. Letaposom a gyereket. Hát ez így van, szép. Oké, na. Akkor jött a save. Ez az, aztán mehet a sleep. Yeah. Ó, thief. Ezzel mit csinál? Azt a kurva élet. Hát azért ez kemény. Ide kellene nagyon az, hogy én skill tudjak fejleszteni, de azt meg egyszer nem dobja be soha. Lucy, légy szíves már. Megint be akarsz menni a szobába? Dinka. Hát nem igaz. He? Nem kaphatnék olyat, ami... Most várjál, ezt lehet, hogy patchelték, és fixen ugyanaz dobja vissza már. Ez lehet. Ugye, most meglátjuk. Nem. Istenem. Na, nézzük. Nézzük. Hoppá! It's patched out. Oké. Akkor ez megváltozott. Várja, Berta. Favor. Fizest ki az adót. 16 000 volt az adó. Oké. Mennyi pénzünk maradt? 32 000 maradt nálam. És itt pedig van... Oké, tehát 100 000 pluszba csináltuk meg. Jó, ez nagyon jó. Na, akkor most kell ugye az, hogy megnézni a házakat. Hunting Lodge, Fishing Hut. Ah. Workshop. Oh, storage. Hát most ezt gyorsan csinálhatjuk is, bazd meg. Igazából ezt megnézném, hogy ez meg tudja csinálni most az ember. Most ezt itt le fogom szarni. És berakunk egy embert. Várjál csak. Hopp. Ó, Ludvika visszatért. Na gyerekek, ez pozitív. Ludvika mehet dolgozni. Ő farmer, ugye? Úgyhogy őt berakjuk ide. Jó. Van más is esetleg, aki visszatért?
Oké, ez viszont most szopás, mert a 9-es skilles, hogy hívják, az elment szűni. Az mi a fasz az a gyerek? 9-es skille született, bazd meg. Az mi? Az úgy jött ki az anyjából, hogy izé tudja bazdek, hogy kell varni. Lol. De jó élet. Jó, ez viszont így most szopás, ami minden tekintetben, bár minden, már egy évet így is úgy is kibírunk. Jó, minden visszakizéket, megjavítom a sok szart, inkább maradjunk ennyibe. Valami legyen. Itt kell vigyek logot, az biztos, hogy kell. Sticket, Sticket, Stroat. Az egyik hunting, azt tuti, hogy berektelődött. Szava, coca! Csövi, csövi! Lenk. Ó, bazd meg. Jó, ez a három plank. Ups. Jó. Ide is kell plank. Vagy izé? Log. Oké. Okay. Az ólak, ami sose jó. Ami mindig tönkre megy. Elnézést. Zsír. Osztom ilyet laggút. Ez ennyi is? Jó. Ez így van. Hogy csipognak a kis pumuklik. Az is. Fassa. Akkor még kell három plank. Ez már csak visszafele. Ja. Visszanéztünk a gamebe, igen. Oké. Okay. És akkor még három plank, és akkor kész. Jó van, ez gyors volt. Azt a kurva, milyen népezet van itt. Jó Isten. Ó, meg oda is kell még log. Oh my god. Oké. Okay. Triplank. Meg kellenek a skitsek. Jó. A skitsz, ja de kell. Jó, gyorsan. Hol a lovan? Oga! Gyorsan bazeg, menni kell. Letolják előlünk a terményt, bazd meg ezt a mi lesz? Gyerünk! Pont jó? Vigyázz! Elindul! Ezt a kurva! De kár, hogy nincs benne TK. Hát tudod, erről beszélek. Ezekre sajnos nem hat a skill. Tehát ha ők ezt azért éri meg a kaszával leszedni mindenféleképpen, mert kb. Kétszer annyit lekalapálsz, mint ők. Tehát, hogy ez így, ez ilyen fix. Ennek is megváltozott a range-e? Hallod, ennek megváltozott a range-e. Ez biztos, hogy nem ilyen pici volt. Állj, és akkor most még gyorsan, mielőtt bármi történik, ezt meg kell csinálni.
Itt búza van, ez nyára lesz kész. Jó, ez a búzás. Hogy is volt? Ide kell flex. Flex. Ide is flex. Ez az. Káposzta búza, jó. Ide beetroot kell most. Beetroot. Jó. Ide ót. Jó. Akkor ide flex. Ú, de ezt megcsináltuk így, bazd meg. Most aztán tudjátok, hogy mikor tudnám ezt megcsinálni. De jó Isten. De várj, itt most a búza még nem ért meg. Ez nem tudom melyik föld, ezt a 8-as földet meg kell nézzük majd. Alapád. Rázasz. Erünk. Dolgozzatok. Oké, innentől tietek a pálya. Ne! Nem, mintha bármit számítana. Mondjuk. Szevasz. Ok. Melyik a 8-as föld? Ez. Aha, ja, hogy ez tavaszi búza. Ja, igen, igen, most már így megvan. Tehát ez búza most. Wet. Oké. Okay. Mehet. Olyan szinten telettem ma... Na, Maci bácsi, még mondogassad, bazzeg. Még mondogassad. És akkor most kell csinálniuk rájt ezeknek a kuláknak itt. Igen. Ezt visszavesszük. Ezt meg, hát, jó, és akkor ez ráj. Oké. Na, így zsír. Innen már megoldják. Nézzétek, milyen ügyesek. Rágyáz, kapál, magot vet. Nice. Ja, igen, a legfontosabb, hogy ez most mibe változott, hogy innen eltűnt az ember. Ja, annyira nem vészes, 9-es megmaradt, az nem rossz. Itt már megint mi nincs? Fogyott a túró. Jó van, majd az lesz. Oké. Okay. Ó, na egy már jobban néz ki itt ez a rész. Azt a kurva. Zsír. Hát innen se rossz a falu, amúgy így. Innen. Így. Be. Nem csupít be. Így. Oké. Okay. Most igazából meg is van minden. That's too bad. Ma elmint a miénk. Kösz, Maci bácsi. Ja, jó lett, jó lett. Fasza lett nagyon. Három. Pisztik. Fasza. Jó. Tehát, nekünk három vörör. Megfeljük a terneket.
Kosta. Szép vagy, Mónika. És a kisló milyen szín? Ó, Fili. Na, jó napot! Gyere ide! Megcsöcsörészlek! Huha! Oké. Okay. Hölgyem. Szöges trót. Kell csinálni meg kecskést. Kurva élet. Hol a harmadik? Itt van. Ne menekülj! Jó. Oké. Okay. Basz, benned is van, jelen, te bika vagy. Segítség! Engedj ki, basz meg! Ennek tudod, mi lesz a vége? Pocok úr. Úgy, szevasz. Úristen, megvadultak. Nyugodjatok meg. Nyugodjatok meg. Ez a kerítés pont jó erre, nem? Ez meg ezt a csordát be. Hello, Max! Na, megnyugodtak, jó van. De várjál, mert én az egyik bikát eladom, aminek kettő. Nem kell kettő. Ezt a kis bikát, ezt eladjuk. No need. Oké. Okay. De mindjárt jobban néz ki. Ezt a kurva. Te hova mész, Trogobo? Ja? De nem is ide vagy, jó van. Faszom. Jó. Ez plusz 30 ilyen cuccli ide. Pontos ez. Majd akkor lesz még jobb, hogyha még több tehenet én is fixen tudok fejni. Nyilván. Na, és akkor most megépítjük. Mit építünk meg? Oké, a... A kecske az melyik épületbe való? Az a foldba való, ugye? Az nem kósedes. Ezt tudjátok, hogy a kecske az hova való? Az ez a fold. Ugye? Oké, okay. Zsír. Köszi. Fordítás szerint úgy volt? Lol. Nice. Na, akkor ez úgy lesz, gyerekek, hogy ide lepattintjuk következő foldot. Az ott marad az a izé, az ott tökéletes. Igazából ennek mekkora hely kéne? Nem is ide rakom, hanem ez mellé. Kicsit kijebb. Ide, ez az. Ezeknek ekkora hely, így. Így jó. Úgy. Nice. Jó, ez itt pont kapóra jön. Amit itt hagytunk. Ez. Vigyed. Nagyon jó. Kalapács a kézbe. Ó. Oh. Ebből egész sokat meg tudunk itt csinálni, ez nagyon jó hír. Nyomja, keménybe.
Akkor még szalmánk is van, zsír. Bírod. Szóval 2 meg 4 az 6 lóg. Már nincs értelme, úgyhogy 6 lógot hoznom kell. Meg kurva sok sticket. Kell csinálnunk kerítést is nekik. Ó, dekorokat hoz be. Az jó hír. Kell nekünk egy 6 log. Meg egy 200 stick millió. Ja, hogy nem érek oda. A kurva én. Ezt a micsoda állatkert van itt. Ez igen. Ez az így, hogy begyorsultunk, aztán most már kalapád. Jó, ide viszont mindenféleképpen kelleni fog egy ember. That's for sure. Oké, okay, it's done. Na, akkor most jöhet a fancies and the stick fans. Ezt szigorúan itt lezárjuk így, parasztba. Very szigorúan. Oké, okay. Zsír. Ezeknek nem kell nagy hely. Bőven el lesznek itt. Uha. Ne bazd meg. És légy okos, domokos. Jaj, nem jó. Bassza meg. Mindegy, jó lesz, mert igazából... Kapu. Jaj, mi ez az FPS? Jesus. Nice. Na, akkor most. Vagy mi? Még jobb lett. Jobb idő új korába. Jó az a. Pont jó. Az a nem megy át kecske. Na most kell főkalapálni az gyorsan. Ebből lesz a tej. De jó nagy területük lesz. Mondhatja senki, hogy nem. What the fuck? Úgy is van. Bassza. Működik.
gyerünk. Nagyon jó. Oké, mehetünk. Gyere, buga, megyünk a kecskékébe, az meg. Uha, ott izé van. Pont két quest. Az jó hír. Csak működjön a D betű. Na jó, én itt átmegyek össze, mert mindenki jobban jár. Ez a skacok, ezt már szeretem. Jó munkát! Úristen, amikor még ezt mit csináltuk, emlékeztek? Ez a lenni kellett a farming pont, meg minden. A rohadt életben. Hát igen. No, akkor legelőször is megnézzük a questet. Jó napot! Nice food, persze, azt minden további nélkül. Ó, 300 production, 13 meat kell neki. Pff, lol, ez egy jó quest. Nézzük meg ezt is. Oké, ez is jó. 4 flex, 3 húl. Mindegy, ez is ad pontot, úgyhogy jó lesz. Na, kecske! Kecske! Ő a gót. Téged elviszünk, te szép vagy. Oké? Okay. Jaj, hogy be lehetne rakni, abba fogod. Össze is lehet vegyíteni őket, lol. Ez kemény. Ez érdekes. Hallod, én elviszem mindet, bazd meg. Úgy. Kifosztottam, tessék, most már csak a kis pudvák vannak itt. Uha, most viszont tiplizni kell vissza. Nincs kajájuk. Már fejem is őket várja. Rondulunk vissza. Utács! Hát ez nem az én falum volt. Várjál, most megyünk haza. Vagy azt néztem. Ez itt az enyém, ez. Figyelj, itt a belépő, figyelj, innen belovagolunk, ez figyelj. Figyelj, itt van, itt vagyunk, hazajöttünk. Joppá, elnézést, uram. Vagyis hölgyem vagy, na jó van, akkor ennyi volt. Ennyi volt a nagy megérkezés. Jó. Ja, listán. Hát igen. Igen. Kurva sokan vagyunk. Be is vagyok telve igazából. Nem tudok több embert. Aha, elkezdett lefele menni a kaja. Jó, ez nagyon jó hír. Elviszünk 50-et. Ez nagyon jó hír, hogy elkezdett lemenni a kaja. Mármint az állatkaja, mert most végre akkor azzal is lehet már maszatóni. Miért van két kakasom? Elfogadhatatlan. Ezt eladjuk. De szépek vagytok, bazzeg. Adom. Így van. Nem hármat vettem? Gyertek már ki. Oké.
Oké, tudjuk őket fejni. Az jó. Várjál, akkor már rakunk is be nekik ide egy embert. Most hogy vagyunk? Elméletileg én úgy emlékszem, hogy úgy hagytam ezt, hogy a libás... Aha. A libásból a strogobor urat. Ja, csak az nem jó. A pixtibe hanyas ez a balfasz? Még csak hatos. Az se jó. De mindenféleképpen a magas szintű izé kéne, hogy jó sok tejet ki tudjon kalapálni. Viszont akkor egy olyan csere lesz, hogy... A pixtiből a hatos, tehát a Reinoldot... He? Tehát a Reinoldot átrakjuk. Pillanat. Meg kell keresni. Reinoldot. Berakjuk a foldba. Ide. Ez az. És... Itt csak. Ha? Mi van? Ja, értem, mi a difference. Oké, okay. Vágom. Tehát innen is tud gyapjút szedni. Hát ez mondjuk érdekes. Ja, hogyha naponta innen kikulál mondjuk egy 3 kancsó zét, az jó. Ilket, az nagyon jó. Az jó, és akkor a libásból kell a másikat a pixtibe. A strogobort. Pillanat. Strogobort kell berakni. Pixtibe. Jó. Akkor ez most azt jelenti, hogy pixtibe. Jó, most csak hál' Istennek most csak 100-at csinál, akkor az most egy kicsit legalább majd helyreáll az a mennyörbe, annyi van belőle, mint a szar. Ez jó hír. Oké, és akkor én meghozok 3 bucketet. Itt a kocsma, Eszti. Oda nézd, itt keverik a cefrét. Oh shit. Nem, erre kell nekem 3 bucket. Bucket. Na nézzük meg, hogy hogy feljük meg a kecskéket. Ezt még nem láttuk. Megnőtt a szőrük már megint? Ja nem. Na, már jönnek is ki. Aha. Gyere csak ide, Matilda. Már fejlek is megfele. Gyere szépen, ügyesen. De mondjuk ebből nem sokat láttam, de majd mindjárt várjál, hogy... Hölgyem. Ő neki nem lehet látni a fejési folyamatot. Ez viszont így jó, mert most már jó sokat ki tudok milkelni belőlük. Kecskékből meg a tehenekből egyszerre. Zsír. Na ezeket is akkor megcsináltuk. Fejős kilcsek. Nézd meg ezt az állatkertet, bassz. A Lucy az nagyon mérges rám most, nem tudom, hogy mi a baja. Bezeny. $75,000 van benne azért a piacos pénzből. Az nagyon szépen termelődik, ennek nagyon örülök, király. Vagy igazából, ja, tehát ez minden, most már főfelem egy nagyjából tényleg minden. És ez, hogy a kaja is, ez a legdurvább, ez nagyon-nagyon zsír. Igen, egyébként egy ember fixen kéne a libásba, hogy ez a tojás dolog, sőt a tyúkosba is, mert az összes advanced kajához azt a kurva mennyi kaja van. Tehát ezekhez a kajákhoz az a baj, mármint hogy, bocsánat, ezekhez mind tojás kell, az összeshez.
az ilyen, hát mondjuk, ja, inkább ezekhez a pitékhez kell sok. De mondjuk ez egész jó. 100 foodot ad? Ja, fasz. Várj, ezeket mind kilokkolom, hogy legyen egyszer meg, az összes. Hát nem tudom mennyi pénz mínuszba, de leszarom. Ó, Lucikus! Fuck! Angel, úr, kajára, mosolygós fej. Köszi szépen, Angel, a 100-as csírt. Köszönöm. Na, 20 000 parat, jó van. Oké, ez jó. Nagyszerű. Eszti, láttad a komlós ültetvényemet? Oda nézd, bazd meg. Most pont itt a lemenő napfényében nem olyan szép. Ez az. Ez jó néz ki itt. Ilyen idillikus ez a környezet itt. És mindenki ide ül vajon, miért? Te a liget bevágod, meg itt a szép kis üzék mellé. Ecsém. Elhiszem, hogy itt üdögétek. Miért nem mentek dolgozni, Wigbert? Ide már. Na, elmegyek adok a... Figyeljétek, ott a háttérben, meg ott is ülnek a Mónik. Megnézzük őket is. Jó napot, hát itt mi folyik? Üdögélünk. Ott zabálja a körtét az is. Ne rúgd el, Aliz, láttam. A kalap persze. És hát remélem. Itt van a mesterművünk, The Kalap. Ah, és kacok, várjatok. Én vagyok adok enni a kutyának. Akkor hasznosan teljen ez a dolog, addig csinálok megint zsákokat, bazd meg. Figyelj csak, Lucika, ki fogod húzni a gyufát, bazd meg, tehát hogy ez nem... Igen? Úgy gondolod? Még neked áll följebb? Most kapták kaját, te kis köcsök. Most nem rosszbú. Na, mindjárt jövök. Mi ez a kerítés a grill körül? Ja, azt csak tettem oda ilyen kis védőkerítést, hogy jó nézzen ki. Health and safety, azaz. Mindjárt jövök, skacok. Már rend van, gyerekek. Ez az. Jó, ez pont elég. Oké, akkor visszarakjuk a cuccot. Mi az a rot itt? Mi a fasz? Ha? Simple bag. Oké, mehetünk aludni. Most építkezünk egy kicsit, skacok még.
mondjuk azt azért megnézem, hogy ezek a szarháziak mennyit csináltak egy nap alatt. Mert nagyon kíváncsi vagyok. I'm very, very curious. Jó, ügyes. Ez is kész. Mi? What? Mi a fasz? Mi a fasz? Egy nap alatt megcsinálták az egészet? Hát akkor ugye nem kell három farmer. Ja, hogy itt már... Oké, látom. Jó. Akkor viszont... Az Emeriket azt át fogjuk helyezni. Emerik úr, rád itt nincs szükség, úgyhogy te mehetsz a libásba. Kell a tojás. Arra most nagyobb szükség van. Oké. Hát ez így baba. Egy nap alatt levégezték a teljes földmennyiséget. Ezek hülyék, basz meg. A másik kettő is már csak pihenni fog. Itt üdögének. Ez a... Egbert is már fölnőtt. Mi a fasz? Gyerekek, munka van, bazd meg. 7:39 van. Mi a fasz, nem dolgozik semmi. Hát ilyet, bazd meg. Jó lesz ez. A nyers. Jó, na, csináljunk kerítést. Lengbőszen. Lefele megy ez. Hú, ez nagyon jó. Miért megy le? Á, a mennyőr miatt. Jó, az jó hír. Tökéletes. Azt a kúr. I'm ready. Szevasz, Berta. Helyze. 100%? És már 34 éves lett a Berta, bazd. 20 volt, amikor idejött. Na, gyerekek. Hát nektek nem lesz nagy kerítésetek, ezt már most mondom. Csak szólok. Lehetnek ők, de nem kapnak különleges bánásmódot. Húha, gyerekek, hát ez elég kicsi porta lesz. Mindegy. De van portátok. És így. Mindenkinek lesz azért külön, nyilván. Oké. Gondolom, Higanynál a táborban nincsenek ilyen padok át. A táborban? Lol. Ez eltűnik most? Nem. Ja, tényleg a panel program. Lol. És tényleg. Oké.
zsír. Húha. Jó, ez így. Ez így fasza lehet, akár. De ő neki miért legyen nagyobb a kertje, aztán majd itt szívni fogják egymásba, az meg. Kérlek, lett itt. Azaz. Jó, szuper. Jó. Hát itt sajnos pont bokros van, de... Hát ezt most mindenki leszarja. Igazság szerint itt ennek se kell így lennie. Ami a fasz. Igazából már így is elég. Ez az, így már jó, hogy a porta tiszta. Oké. Okay. Jó, és az a ház, hát az meg a, mit tudom én, az meg ott a izé lesz a... Nem tudom. Pillanat, gyors csekk. Elfogyott a pecabot? Az hogy a büdös faszba lehet? Jó, mindegy, semmi baj. Abba most akkor lecraftolunk egy párat. Azt nem, ja, mert azt nem csinálok, igen. Ez tény, ami tény, pecabotot nem csinálok. Azt mondja 10-10-10. Jó. Log, kő, linen thread. Jól látni, hogy ennyire törődnek a game-be. Amúgy nagyon. Ja. Tök fassa. Holnapi pedzsben már lehet a saját magad által húzott útra, kaputra. Tényleg? Az akkor ki fog nyitni megint egy csomó lehetőséget. Ez jó hír. Nagyon baba. Egy nagy székelykapu. Hát én oda hídra akartam csinálni kaput. Oda, de ugye nem lehetett. Aztán ilyen fa izét csináltam oda csak így. De így is jól lett szerintem. Jó, és akkor jöttnek a deszkák. Mennyit tudunk hát megint egy 65-öt. Annyival még azért elakadékoskodom magam. Ja, meg még gyors meg kell csekkolni, hogy akkor minden más jó-e. A bárnba mi nincs. Jó, az elfogyott, az nem baj. Jó, és akkor jött a Ryhertre. Parasztva, mint az állat. Nagyon jó. Elnézést. Ez működik, ez is. Ez is. Jó, minden más jó. Oké. Ennyi, ilyenkor ezeket gyors le kell csekkolni, hogy ne álljon a munka. Ez fontos. Ide ültettem egyébként ide is egy fát, ez is majd tök szép lesz, ha itt megnő. Meg...
meg ide is ugyanúgy. Egy fát. Ide, ide. Ja, úgyhogy így az jó. Átmész Lurkba? Jó van, Angel úr. Pak, pak, pok, pek. Jó, hát Plankből hál' Istennek annyi van, mint égen a csillag, úgyhogy... ezt lehet darálni. Ezt a, azért itt hagyjuk ezt a bokrot, hogy a gyerek tudjon legelni itt, amikor nem figyel majd az apja. Az éretlen mérgező bogyóból. Ez az. Ja, 12, 18, 24, 27. Plank. Zsír. Ú, bazd meg. Nyomod! Mi a fasz bajod van? Istenem, bazd meg, komolyan a Lucy az klimaxol, vagy nem tudom már mi a baja. Szörnyű. Így fölébred, bazd meg, így fönt égnek áll minden egy lába, és így megugat. Kész. Jó. Na zsír, akkor ez megvan. Akkor ezekből kell még ugye még. Még hozzá jó sok. Az is 800 volt. Oké, tehát ebből legalább kell 5. Hú, shit. Jó, mindegy. Tehát akkor kell 10 log, 20 leather. 10 log. Where is the ladder? 20 ladder. Azt mondja, mennyi? 5-8x5, 40 stick, és... 20 wool. Ajaj, ezt inkább így. He? Wool thread. Jövök! Engedjetek! Menj innen! Pont rossz helyen vagy! Állat! Bazd meg! Nem zsír! Nem zsír! Nem jó! Nem zsír az a rosszabbik anyag! Azért van több a késztermékből? Oh my god! Az akkor nem fasza! Ebből meg kell állni! Így. És ezt kell túrni neki. Tehát ahhoz, hogy akkor legyen olyan threadem, 20 darab. Hát. Az nem jó hír. Tehát 6 darab kell, és 6x8 az 48. Elméletileg így. Ha minden igaz. Megint baszekszik. Húha, bazd meg, ez már magától megy. Magától megy a rókkal. Ja, basz. Istenem. Na.
Képesít veled, ennyi. Igen. Mi van rajtunk? Kesztyű. Bár oly mindegy. Ezért leveszem, mert rontja a látképet itt a vasszal az a bőrkesztyű. Na és akkor most megvan 5 lámpa. Ez a lényeg. Ja, de jó, csak azt hiszem, hogy jó, már 20, úgyok. D betű, működj. Ez az, na gyerek. It's time. Jó, ez itt szuper. Hát. Ebből ti láttok valamit amúgy? Az ott perfekt. Igazából ez itt lenne kurva jó ezen a sarkon. Selfie. Tökéletes. Nagyon jó. Jó, akkor ez így gyakorlat. Ez meg ilyen szép ferde itt. Így, arra fele. Egyenesen. Ez az. Jó, és akkor ide is akartam ugye úgy, hogy... Egyszer egyet ide. Az a baj, ezt ide mögé kéne beraknom, de úgy, hogy... Ferdén. Ez az. Meg ide is ugyanígy. Az a baj, hogy itt akkor viszont ugyanúgy, az nem jó. Az ott akkor úgy elég. Oké, okay, perfekt. És akkor még ide kell egy lámpa. Itt is ugyanúgy meg kell csinálni mindent. Ez akár... Nem látom. Aha, és nem is lett volna jó. Ez mi? Azt a gyereksereg. Oké. Okay. Ezzel kéne valamit csinálnunk itt. Mi a büdös fasz csinálják ezzel itt? Ez az, az igazság, hogy ha most jönni fog bele új dekor, akkor ezt addig biztos, hogy így hagyom. Mert ide valami tök szép dolgokat lehetne csinálni ide, meg ide ilyen kőkerítéssel. De most már így nincs olyan, amit le tudnék rakni, vagyis amit le akarnék rakni, mert ezek már annyiszor vannak ezek a dolgok mindenhol, hogy már nem kell. Ugyanaz már nem kell. Egbert úr, begyújtom neked, tessék. Melegedjél, bazd meg. Még leveszem a kesztyűmet. Oké. Okay.
Zsír van itt quest a faluba? Van ám, bazmin. Na, megyek is. Fogadjunk, a leghátsó ember lesz az. Te mit csinálsz ezzel kecskével itt hátulra, Reinhold úr? De jó Isten. Bó. Rekördból kellett neked, mi? Az hát. Egy. Jó szívvel odaadtam neki az enyémet. A kurva anyja. Jó, és akkor ide kell egy... itt is van egy ház. Mindegy, nem baj. Ennek itt lesz átjárása itt. Ez pont jó, hogy olaszos lesz, kacok. És akkor ide... Ide kéne ez a lófasz. De várjál, már itt egy kicsit ezt össze kell nézni, izébe. Hogy... Igazából ez így lenne a tuti. De így már nem jó. Akkor ezt így ide, elzárjuk ide. Legyen az átjáró. Ez az. Az a baj, már itt se tudnak átjönni. De most itt azt is néznem kell, hogy ez itt ki tudja jönni majd, de mondjuk erre el tud jönni, tehát az úgy jó. De mennyi lok kell ehhez, bassza meg? Hát kell le pár. Szóval egy 30-at viszünk mondjuk a kezdést. D betű! Úgy nem fogom elbírni. Palisád ez. Az FPS gyilkos build. Már nem sokára gyerekek, a tizet fogja verni. Annyi mindent fogunk építeni egy kupacba. Lololololol. Húha. Király megvan. Oké. Okay. Ez így jó. Ú, de jó. Ez lesz a külterület, ugye már. Mi ez a kis parcellá? Régen így volt. Ennek is örülni kellett, hogy ekkorájuk volt. Ezek meg gazdagék. Oda nézzed neki is. Meg várja, itt van valaki, akinek még ilyen... Mi nem? Ja, nem. Ja, az az én házam meg. Akkor semmi. Lol. Ez te kurva. Ez az. Van-e? Limes, ebből is ennyi begyűlt, ez nagyon jó hír, gyerekek. Oh, fuck. Érkezem. Előtte elmentettem, bazd meg, mert itt még úgy emlékszem, hogy nincs minden bevakolva 100%-ra. De lehet, hogy azt már megcsináltam, bassza meg. Na minden, ez biztos, hogy nem, úgyhogy ez jó.
Aztán megy a harc a földhivatal. És tényleg. Tényleg átérbe az a lót pattog fönn a levegőbe. Észrevett. Na, vége is a műszaknak. A kurva éle. Ja, jól lát ezeknek itt minden nap a disznóröfögésre, meg a tyúk sipákolásra kelni. Hát nem baj, ők választották ezt az életet. Így jó lesz? Há? Jó lesz? Baszom. De a kis tikok azok még nem mennek bealudni, hát. Ilyet? Nem megy. Kész. A D betű az most telibe. Totál nem megy. Ú, te. Gyerek. Oké, tehát ezt mindenféleképpen el kell kezdenünk fölfele vinni. Az animal feedet a bánba, azt tuti. Hála a jó Istennek. Ezt, igen. Tehát fixen ezekből nem kell annyi. És ezt ebből jöhet ennyi. A 15. Oké, így jó, és akkor én meg kiosztom most itt a kajákat azoknak, akik... De ez jó végre, azért mondom, mert ez... Én tudtam, hogy bugos ez. De annyira lehetett látni, hogy nem fogyaszt semmit, bazd meg, hogy... Malac úr! Na bazd meg, most bugoltam be. Akkor ti nem kaptok kaját, szopjatok. Jó, ott libásnál van. De várjál már, azokat, azt viszont tölti a Mónika. Tehát ahol van izé... Ott elméletileg ott 100%-nak kell, hogy legyen. Aha. Hát nekem, amit be kell... Hát be kell tőtenem, az az, ahol nincsenek munkások. Aha, eszik. Jó van, király. Jó, nem esznek sokat, tehát simán tartható. Nincsen gond. Abszolút. De legalább már esznek, és nem áll 100%-on. Az azért szerintem elég fontos. De mindegy. Már nem dobok ki semmit. Oké. 80 ezer van bent a raktárba pénzbe. Ez az. Na jó, lóval, gyerünk. Hú, a buga, benn vagyunk a raktárban, szerinted így jó van. Jajjaj. Megtöltjük a vödröket. Ez már túl sok üresen. Ez az. Na ez az, aj, de zsír. A fények. Yeah. Ezt is megtöltöm. Bassza. Nem oszt jó. De bucket. És kacok, akkor így viszont lehet, hogy azt fogjuk csinálni, hogy hallott higany, most ilyen mennyi, mit tudom én, azért jön be úgy dekorelem, hogy érdemes lesz akkor csinálni belőle még adást, mert most akkor a falut azt nem díszítem én, hogyha hónap jönnek az új dekorok. Hú, fölösleges. Hú, inkább az újakkal majd. Mert akkor, akkor megállunk, és akkor hónap majd folytatjuk. Mikor kijön a patch hozzá. És akkor az új cuccokkal fődíszítjük telibe. Nem holnap jön. Akkor nem. De akkor holnap jön?
Azt írtad, hogy... Vagy azt mondtad, hogy holnap jön valami. Na most ugye holnap jön az Age of 4, de az mellé szerintem belefér. Kaja? Az meg mennyi milk, te jó Isten. Szerintem elkezdhetünk tojásos kajákat csinálni lassan. Lesz annyi kezdősztokkom, hogy szerintem simán jó lesz hozzá. És az nagyon jó hír. Halloween event. Ja. Vasárnap legyen Age of? Ja, mert akkor... Na, Júrus, én abban benne vagyok, amit egyébként beszéltünk, hogy ilyen izét... Ilyen... kópot, vagy ilyen All for One-t, vagy ilyen... 2v2-t, azt tóhatunk. Elkenjük a szátokat, igondja. Aha, csak szeretnétek. Engem abban nem versz meg, azt tuti. Meglátjuk. De vagy lehetsz velem is, tudod, az lenne a legszebb. Nem is értem, hogy miért nem azt mondtad legelőször. Hülye kajánk, az szerintem totál megvan, skacok. Mindenből főfele megy. Hát, ez túlzás, de... De itt is... Úristen, mennyi potincs van, bassz meg. The fuck? Jó, én benne vagyok. De most figyelj, én azt tudja, hogy a, tehát az Age of-ból, tehát abból nem lesz úgy sok adás így sztori tekintetében, mert azt tudom, hogy az úgy nem nagyon működik. Ez monoton is lesz úgy, meg azt inkább adnám ezt a multizást benne. Ilyen kópolást, vagy mit tudom én úgy, hogy összeállunk, mit tudom én, ketten, hárman, vagy akár négyen, és berakjuk a maximum enemit, a maximum nehézségen, és akkor így összeépítkezünk. Mint régen, mit tudom én, a StarCraft-ba. És akkor mondjuk az AI ellen is az tök fun lehet szerintem, hogyha együtt toljuk. Üdvös várja. Hát én is, nem, én is az Age of 2-vel játszottam, hogy nekem is majd föl kell venni a fonalat benne. Hogy legyen. Na skacok, szerintem így most így ebben nagyon nem mennék bele tovább, most itt megcsináltuk itt ezt a részt, itt ez megvan, működik. Ezt mindenképpen csak akkor fogom, hogyha bejönnek az új dekorok, mert itt ilyen háromszögbe akarom lerakni a kő kerítést, így. Azért van itt kihagyva neki, meg ide is. Hogy is akarom? Így. Ja, így háromszögbe. Csak itt ez egy kicsit kisebb. Ez nem is biztos, hogy menni fog. És akkor ide kellene valami új dekor. Hogy ez itt faszán mutasson. Ja, hát persze, hát figyelj, nekem kell vele játszanom minimum egy 5-10 meccset, hogy így lássam, hogy mi van. Hát most így nullából bemegyek oda. Szerintem mire én átmegyek a feudál age-be, addigra te lerohansz engem, bazd meg ilyen jövőbeni űrharcosokkal körülbelül. Tehát, hogy így az lesz. Azért értem, hogy úgy kéne először, hogy nézzük meg így AI ellen, vagy majd én is akkor megnézem előtte, vagy akkor kicsit gyakorlok azt, akkor utána felőlem mellt. Én adom. Na, skacok, innen fogjuk folytatni ezt. Igazából ugye az miatt, hogy már nagyon nincs benne semmi új, amire mennék rá, mert eddig ugye az adásoknak mindig az volt a célja, hogy építsük meg ezt, építsük meg azt, meg még ezt, meg még azt. Most már tehát, hogy nincs több épület. Most még a szamarat tudnám megcsinálni, de az is egy istálló, és az is ugyanaz. Szóval, ja, meg ugye így, hogy gyakorlatilag már nem kell így a pénzre rámennem, mert folyik be a raktárba, a passzívba, így ja. Azt írták egyébként, Higa, hogy nagyon kicsi a gépigénye az Age of 4-nek, hogy Wooden PC-ken elmegy. Ezt pont így írták. Úgyhogy, ja. Nem sokat toltam, és a teszten. Ja, értem. Jó van, hát figyelj, majd hónap kiderül, hogy egyáltalán milyen a game, meg hogy tetszik-e. Bár biztos tetszeni fog, mert Age of, tehát bár mondjuk az ilyen új grafikájú üzéket, azokat annyira nem csipázom, de majd meglátjuk. Ez mi a lófasz? Chronicle Spooky Treats and Tricks Halloween Update.
Mert nincs is meg ez a játék nekem, ez mi? Ez bírom, amikor kapok ilyen promó e-maileket olyan gémek DLC-ről, ami nekem meg sincs. Nem mindegy. Jaj, és kacok. Na, szerintem tök jó lett a falu, igazából. Nagyon-nagyon jók voltak ezek a medélvál adások, egy kicsit így jó volt vissza tekinteni rá, de most már nem érzem azt a... De most már nincs meg sajnos az a feeling, ami benne volt, hogy beléptem, és akkor az a 8 óra úgy tűnt el, hogy így puty. Tehát most így igazából ugye nincs már mit nagyon csinálni. Tehát így persze itt szét lehet dekorálni, meg lehet ezt tolni, de nekem már nincs most meg benne az, hogy miért. Még max a gyereknek a főnövése, de az még egyszer annyi idő lenne, mint amennyit összesen beleraktam. Szóval úgy most csak azért, hogy elteljenek az évek, és... Ja, na minden esetre ez a játék eszméletlenül jó, gyerekek, ugye mindenkinek ajánlom. Szerintem én így most elértem ebben minden olyat, amit én akartam. Mindenféleképpen vissza fogunk jönni rá, hogyha jön hozzá ilyen update, azokat mindig meg fogom nézni, de így akkor. Meg lehet, hogy így egyszer, hogyha olyan nagyon csillezős hangulatom lesz, akkor majd offstreambe egy kis, mit tudom én, ilyen dekort még beépítek, vagy valami. Aztán akkor innen fogjuk folytatni, és akkor a kövi update-re, vagy patch-re, vagy nem is tudom, minek mondjam. Jó? Aztán holnap pedig, holnap akkor az Age of 4-et fogjuk megnézni. Ha minden true, azt nem tudom, hogy ja, de 5K jelenik meg. Hát akkor nem tudom. Akkor hónap még lehet, hogy nem tudom, ha meglátjuk. Faszom, ezek a késő délutáni release-ek, ezek nem az igaziak, tehát ez van. Majd alkalmazkodunk. Az autó megjelenéséig. Ja, igen. Úgyhogy kacsak, mindenki tolja ezt a medievált, mert nagyon-nagyon király, és hogyha valaki aktívan játszik vele, akkor a Discordra nyugodtan pattintsátok be a képeket róla, jó? Úgyhogy ja, megyek enni. Hát most ez ilyen kis rövid 3 órás adás volt. Ez tényleg régen volt már ilyen rövidke adás. Mármint nem mindegy. Ha én is megszoktam, hogy ilyen nagyon piszékes falatokat tolunk. Na jó, van mindenkinek jó étvágyat, kacok, jó pihit, holnapra kitartás mindenkinek, és akkor holnap délután találkozunk, jó? Aztán folytatjuk tovább. Jók legyetek, kacok, szevasztok, kösz szépen mindent, peace.